Kikapott a Sepsiszik női kosárlabda csapata a Románia kupa elődöntőjében a konstancai Csészémétől, így nem védhette meg a serleget. A gyenge védekezés megpecsételte a meccs kimenetelét, 80-88-ra nyert Konstanca. Nem védhette meg a tavaly elhódított serleget a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik női kosárlabda csapata a Románia kupában, miután a hazai rendezésű döntőtornán már az elődöntőben kikapott a konstancai Csészémétől 88-80-ra. A háromszéki csapatnak csak a második negyedben sikerült egy ideig átvenni a vezetést, egyébként a mérkőzést Konstanca uralta. Hristova 3 perccel a vége előtt 1 pontra szűkítette a különbséget, de ez csak szalmalángnak bizonyult. 7 év után megszakadt a kupagyőzelmi sorozatunk. Tudtuk, hogy ez az idő el fog következni, ezért próbáltunk ezért harcolni. Ma jobban kijött a lépés Konstancának, talán néhány játékosunk nem nőtt fel a helyzet magaslatára. Konstancának ma talán minden összejött. Nem csüggedünk el, megyünk tovább. Menjünk a bajnoki címért, menjünk a döntőbe. A játékosok a meccs után a csalódottságuknak adtak hangot. Nagyon-nagyon csalódott vagyok, szerintem a lányok is, nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani. Tényleg a klub és a szurkolók mindent megtettek, hogy itt Szentgyörgyön meg tudjuk rendezni ezt a kupát, és tényleg nagyszerű hangulatot teremtettek. Sajnos ez igaz, hogy akárhogyan támadunk, védekezés nélkül nem lehet meccset nyerni, úgyhogy tényleg nagyon sajnálom. A döntőben a konstancai Csészémé és a Csészémé Türgovistém érte össze az erejét a Sepsi arénában. Serleget Konstanca hódította el 94-84 arányú sikerének köszönhetően.